Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt államtitkár úr, tisztelt képviselőtársaim! Minden eddiginél nagyobb mértékű, összesen 4144 milliárd forintnyi beruházás valósult meg Magyarországon az év első három negyedévében, ami 22,6%-os növekedésnek felel meg a tavalyi év azonos időszakához képest. Ebből a volumenből az utolsó negyedévben, tehát a harmadik negyedévben közel 1600 milliárd forint értékű összberuházás valósult meg, ami egyértelműen növekedő tendenciát mutat az amúgy is szignifikáns bővülésen belül. A gazdaságpolitikával foglalkozók számára örömteli az a tény is, hogy a beruházások növekedése egészséges szerkezetben zajlik. A KSH által jegyzett 19 gazdasági ágazat közül 18-ban dinamikus növekedést regisztráltak az előző év azonos időszakához képest. Vagyis messze nem igaz az ellenzéki politikusok, valamint szakértőik által hangoztatott vélemény, miszerint a magyar GDP-t egy-két nagyvállalat teljesítménye határozza meg. Sőt, az imént említett adatok éppen azt támasztják alá, hogy a gazdaság szinte minden ágazatában, valamennyi gazdasági szereplő körében érezhető volt a növekedés a 2017-es évben. A bővülésnek számos oka van. Ilyen a 2014-2020-as uniós költségvetési ciklus forrásaiból finanszírozott projektekkel összefüggő munkálatok élénkülése, de említhetnénk a feldolgozóipari kapacitások növekedését, az elektronikai vagy a járműipari vállalatok fejlesztéseit, illetve természetesen kiemelkedő teljesítmény növekedés mutatott az építőipari ágazat is 2017 eddigi időszakában. Tisztelt képviselőtársaim! Nyugodtan kijelenthetjük tehát, hogy Magyarország és Magyarország gazdasága jobban teljesít. A gazdaság teljesítményének köszönhető, hogy az elmúlt 7 év során több mint 720 ezer új munkahelyet tudtunk teremteni, gyakorlatilag elértük 7 év alatt a teljes körű foglalkoztatást Magyarországon. Az elmúlt évben 14% feletti átlagos bérnövekedést tudott produkálni a magyar gazdaság teljesítménye, és ne feledkezzünk meg a szakmai minimálbér 100%-os emeléséről sem, vagy például a gazdaság teljesítménye járult hozzá, hogy 19-ről 9%-ra sikerült csökkentenünk a társasági adót szintjét Magyarországon, ami európai összehasonlításban is a legkedvezőbb kategóriába tartozik. Tisztelt képviselőtársaim! Azt gondolom, hogy az ellenzéken kívül lassan már mindenki elismeri azon gazdaságpolitikai erőfeszítéseket és azokat az eredményeket, amelyet a magyar kormány, a magyar emberek segítségével az elmúlt 7 év során elért. Talán nem véletlen az, hogy a hitelminősítők kivétel nélkül feljavították Magyarország adóbesorolási osztályzatát, illetve az, hogy vissza tudtuk fizetni az IMF hitelt. Tisztelt államtitkár úr, kérdezem tehát Önt, minek köszönhetőek a harmadik negyedév kimagasló beruházási adatai, hogyan javult Magyarország tőkevonzó képessége? Várom megtisztelő válaszát. Köszönöm a figyelmet. Válaszadásra Tálai András államtitkár úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Az elmúlt években a kormány számos intézkedést tett annak érdekében, hogy a magyar gazdaság tartós növekedési pályára álljon, lépjen. Mivel a növekedés fontos alapját a beruházások és a megfelelő munkaerő képezik, nyilvánvalóan a kormányzati intézkedések is ezek ösztönzését helyezte előtérbe az elmúlt időszakban. Az államháztartási körben megvalósuló infrastruktúrális, illetve intézményi fejlesztések mellett a beruházások ösztönzését illetően ki kell emelni az új uniós forrásokból gazdaságfejlesztésre fordítható összegeket, valamint az otthonteremtési program keretei között igénybe vehető támogatásokat. De végül nem utolsó sorban az ön által említett 9%-ra csökkentett társasági adókulcsot is, amely valóban Európában a legalacsonyabb. A meghozott intézkedések sikerességét, ahogy ön is elmondta, egyértelműen igazolják a kedvező növekedési számok. A harmadik negyedében 3,9%-kal növekedett a magyar gazdaság, amely éves összevetésben az Európai Unió átlagát felülmúlja. Ehhez dinamikusan a GDP növekedése számottevően hozzájárult a beruházási rekord, közel 22,6%-os bővülése. Az ön által is említett több mint 4100 milliárd forint értékű fejlesztés valósult meg az első három negyed évben hazánkban. Ez az összeg 1995 óta mért rendelkezésre álló összeg összehasonlításában, vonatkozásában is rekord összegnek számít.
Nagyon dominál a beruházások növekedésében a felfutó lakásépítéseknek a száma. 24%-kal bővültek az építési beruházások, emellett 21%-kal a gép beruházások. De a feldolgozó iparban is jelentős volt a fejlesztés, hiszen 16% ezen ágazatnak a mutatója. Ezen túl az ingatlan beruházások is jelentősen, mintegy 14%-kal növekedtek, és nem is beszélve a lakásépítésről, amely az elmúlt évhez viszonyítva 52%-os növekedést mutat. A közszféra fejlesztései is dominálnak a beruházás kiemelkedő aktivitásában, hiszen a közigazgatásban, az oktatásban, az egészségügy területén megvalósított projektek 53%-kal növelték a beruházási növekedési rátát. Előre tekintve elmondható, hogy a dinamikus beruházás növekedés az elkövetkezendő időszakban is folytatódik, amely mind a privát, mind az állami szektorban egyaránt tapasztalható lesz. Várhatóan felfut az otthonteremtési program, és a beruházások ezáltal is növekednek, és a már említett 9%-os társasági adókulcs pedig olyan befektetéseket vonz hazánkba, amelyeket a tőkevonzó képességünk annyival megnövekedett, amelyekre még talán most nem is tudunk számításokat tenni, hiszen valójában a elfogadott döntésnek a hatásához néhány év kell, hogy valóban mérhető legyen hazánk tőkevonzó képessége. Azt gondolom, az elmúlt 3/4 év kiemelkedő beruházási teljesítménye mindenképpen bizakodásra ad alapot. A nemzetgazdasági ágak csaknem egészét érintő kimagasló mértékű beruházás beülés, ugyanis nem csak erre az évre lesz igaz, hanem a következő évekre, tehát középtávon is megerősítik hazánk pozitív gazdasági kilátásait. Köszönöm szépen! Viszont válaszra ismételten Bánki Erik képviselőnek adom meg a szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt államtitkár úr, köszönöm a válaszát, és köszönöm azt, hogy kiemelte azokat a lépéseket, amelyeket eddig megtett a magyar kormány, a magyar parlament Fidesz-KDNP frakciójának a támogatásával, és külön öröm számomra, hogy a következő időszakban sem változtat a kormány azon a gazdaságpolitikán, amely az eddigi eredményeket, az eddigi sikereket hozhatta. Azzal mindannyian tisztában vagyunk, hogy öldöklő harc folyik a piacon a működő tőke támogatásokért, azokat a tőkebevonásokat, amelyekben Magyarország az elmúlt időszakban élen járt, és amelyben elmondhatjuk, hogy a visegrádi országok közül is Lengyelországgal ketten viaskodunk az első, második helyen. Ezzel érhettük el azt, hogy a magyar gazdaság teljesítménye kiszámítható, stabil, és az a növekedési pálya, amit a 2010 óta foganatosított gazdaságpolitikai eszközök elértek, azok a későbbiekben sem változtak, úgyhogy köszönöm megnyugtató válaszát mindannyiunk nevében. További sikeres és eredményes munkát kívánok!